Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék egy Minecraft kalandpályával, mégpedig egy karácsonyi pályával. A pálya címe egyébként az, hogy The Crash Before Christmas. Elméletileg arról szól, hogy a télapónak a szányát összetörte egy gyerek, mert soha nem kapott tőle semmilyen ajándékot, és ezért nagyon-nagyon mérges lett rá, és most majd nekünk kell kiszállítani az ajándékokat. Nagyon-nagyon kis ígéretes pályának tűnik, úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatosan. Van benne voice acting, tehát beszélni fognak benne az emberek, ilyen kis átvezetések, animációk, szóval Szerintem kezdjünk is hozzá. Itt vannak a szabályok. Adventure módban kell maradni. Hát remélhetőleg ez belett állítva, de szerintem azért egy ilyen pályánál ezt sikeresen meg tudták oldani. Ugye nem szabad blokkokat kiütni, csak hogyha megengedik. Nem szabad csalni. És jó, a kell magunkat érezzük. Hát remélhetőleg ez, ez mind teljesülni is fog. És itt vannak még fontos tudni valók, ha követnünk kell majd a történetet, illetve itt vannak a beállítások, minden hangot föl kell rakni maximumra, kivéve a zenét, hát szerintem nekem ez így van beállítva, mert ilyen nagyjából az összes kalandpálya ezt szokta kérni, úgyhogy jó, akkor ez belett állítva, illetve ugye a partikölök is be vannak kapcsolva, ugyanis nem szeretek csúnyán játszani a játékkal, csúnya grafikai beállításokkal, és render 12 12 kell, hogy legyen, ezt még gyorsan megnézem, 12 csánkon jó. És akkor kell, hogy válaszol egy csapatot, zöld vagy piros, zöld vagy piros, zöld vagy piros. Legyen piros. És akkor szerintem kezdjük is el a pályát. Hmm, igen. Nekünk kell kivinni ugye a gyerekeknek az ajándékokat. Mi történt azzal a gyerekkel? Oké, okay, és azt mondta, hogy a télapó számít ránk, úgyhogy remélhetőleg tényleg ki tudjuk majd vinni az összes ajándékot, még az este, és reggel senki sem lesz csalódott. Egyébként nagyon-nagyon jól néz ki ez a kis animáció, és ez a kis zene is hozzá. Ó, oh, tökéletes, én már átszelleműttem, nálam már totálisan itt van ez a karácsonyi hangulat. És uh, miért zárták le itt az utat? Itt, itt konkrétan ez az egy utca van, ahol élnek az emberek, és teljesen így elszigetelve élnek mindentől? Az úgy érdekes! A karácsony előtti este, Spanky MC volt ugye a készítője a pályának, és... Ó, oh, mi volt ez? Jaj, ne! Mit fog most csinálni a télapó? Ó, oh, itt egy kis könyv, ezt nem tudjuk felvenni. De jól néz ki! Aha, ott van a szán. És... ah! Kinyírták a télapót! Ez, ez... Ez... Ne aggódjatok! Természetesen ez csak egy műtilapó volt, az igazi még életben van. Jó. Itt van egy, egy ilyen tábla, vagy hát én nem tudom ez micsoda, ez egy ilyen, egy ilyen furcsa bárna unikornisról készült kép. Egy táviránytó, egy kis autó, ez egy ceruza lesz, ez egy könyv, nem tudom igazából, hogy ebben milyen történetek lehetnek, illetve egy ilyen kis teherautószerű, valami, meg egy papír darab. Jó, majd meglátjuk, meglátjuk, hogy ezek mihez fognak kelleni. Ó, készítettünk pedig sütit is a télapónak, de azt hiszem neki már nincs rá szüksége. Jó, oké. Okay. Billy szobája. Billy! Miért zárkóztál be, Billy? Tám valami titkolni való van? Sparklenek a szobája. Ez Twilight Sparkle szobája? Nem, valószínűleg nem. És... Oh, hova kerültem? Hova kerültem? Nem tudok itt tovább menni. Caspernek a szobáját meg se nézhettem. Na jó, akkor menjünk erre. És... Igen, ott van a szerencsétlen télapó. Télapó, mi történt veled? Nem tűnsz, nem tűnsz egészségesnek. Télapó, jól érzed magad? Gabriel, I'm hurt. Please help me. I can't let Christmas end this way. Ne, ez nagyon szomorú. Azt mondja, hogy Gabriel, Gabriel kérlek segíts nekem. Nem hagyhatjuk, hogy ennyibe maradjon a karácsony. És hogy vegyük uh, vigyük ki az ajándékokat. Aha, most kell találnunk egy gombot, hogy segítséget tudjunk küldeni. És oda kell mennünk a szához, hogy ugye az ajándékokat kézbesíteni tudjuk. Hűha! Itt most meg kellene találnunk egy gombot? Hol lesz az a gomb? Jól eldughatták. Valószínűleg itt a tűz környékén lesz. Biztos vagyok benne, hogy valami tűzbe rejtették el, hogy jó nehezen lehessen megtalálni. Általában azt szokták a Ilyen pályákon csinálni, amikor gombokat kell keresni. Na, itt esetleg, itt a szán alatt hát gondolom, ott lenne egy ilyen biztonsági berendezés. De nem látom. Aj, nem lehet itt kioltani ezt a tüzet. Egyáltalán mitől gyullad föl egy pamutból? Oh, ott van. Ó, oh, jönnek lovon. a lovon! Hello? Szia. Most akkor uh, utazunk? Hol vagyunk? Santa's workshop. Oh. Uh, kind of oh, oké. Okay. Szóval itt van a télapónak a háza. Ugye itt gyártják az ajándékokat. És most elméletek meg kellene keresnünk a gyerekeknek a kívánság listáját, ugyanis valahol elhagytuk. Hát ez fantasztikus, hogy lehet ilyen trehány? Hát most nekem kell megmentenem mindenkinek a karácsonyát. Na jó, örömmel teszem. De... De merre lesz, merre lesz ez a lista? Gondolom valahol itt bent, nem ez az? Ahó? Oh. Ezt fel tudtam az előbb venni. Igen. Brehanas list. Ó, oh, oké, okay, akkor valószínűleg így szétszórva lesznek mindenfelé. Itt elfek, még Windows XP-t használnak. Ez már rég nem támogatott operációs rendszer, úgyhogy szerintem lassan válthatnátok. Oké, okay, Gloria listája. Egyelőre oda még nem dobunk be semmit. Aztán, hogyha minden igaz, akkor itt is van egy. Elég nehéz egyébként őket felszedni. Énre megtalálja az ember a hitboxot. Jonah, Brenna és Gloria listája. Hány darab van vajon? Itt is van egy. A sötétbe megbújt. Zander listája. Itt kint esetleg nincsen ilyen lista? Mondjuk az valóban nagyon trehány dolog lenne, hogyha szerencsétlen gyerekeknek itt kint elázna a hóesésben a listájuk. De azért körbenézek most itt jobban. Mert ugye amikor itt kint járkáltam, akkor még nem tudtam, hogy ilyen papírlapokat kell majd keresgélnünk. De én nem látok többet. próbálj meg akkor a hopperbe bedobni ezeket a papírlapokat, remélhetőleg ez lesz majd a feladatunk. Itt pedig egy ilyen kis szütyű van nálunk. Igen. Oké. Okay. Oké, okay, megdicsértek minket, és akkor most mehetünk. Végre kézbesíteni az ajándékokat. Aha. Jó. Jonának az ajándékát kell átadnunk, és ez az egyetlen egy kis van ebben az egész kis faluban, és mindenki nem vásárol, úgyhogy uh, meg itt van Abraham. Hello! Tudod, hogy hol van Jonának a háza? A télapónak a szánya összetört, és szeretném elvinni neki oh, ezt az ajándékot. But I heard about the crash. The girl next door told me about it. Maybe you can talk to her. I'm just a Jó, azt mondja, hogy ő igazából csak itt dolgozik, nem itt lakik, nem tudja. Úgyhogy uh, egy hölgyel kellene beszélnünk a városból, mert ő majd biztos tudni fogja. Lehet akkor ide kell bejönnünk, ide még nem tudunk bemenni. Ah! Becsöngettünk, ki Becsöngettünk, kisnyitottuk előtt az ajtót. Hello, Annie! Te vagy az a lány, aki tud nekem segíteni? Yes, I do. Come in, come in. Have a seat. Okay, ausnya igen igen hallottarr ol hogy uh, történt ez a baleset Vijayak Leidamellie. Hold you listen. Okay, so anyways, since there was no accident. It was caused by an angry child named Balthazar. He didn't get what he wanted for Christmas a couple years ago and he's been plotting his revenge ever since. Uh -huh. Little did he know, he sent his letter to the South Pole instead of the North Pole. <laughs> De Béna, oké, okay. uh, ugye most mondta hogy ugye nem véletlen volt, hanem egy Baltazár nevű srác tette ezt az egészet. És uh, ugye azért, mert soha nem kapta meg az ajándékokat, hiába írt mindig listát a télapónak, és annyira buta volt, hogy az északi sark helyett a déli sarkra küldözgette a leveleit. Oké. Okay. Ó, szegény srác, talán tudunk neki segíteni, de először is meg tudnád mondani, hol van Jonának a háza? Nagyon szépen köszönöm, jó éjszakát. Na hát, uh, most az a helyzet, hogy közben beszéltem, miközben elmondta volna, hogy hol van Jonának a háza. Úgyhogy akkor most ajtónyitogatás jön, és remélhetőleg megtaláljuk Jonát. Jonah? Where do you live, Jonah? Nem hiszem, hogy itt. Mindegyik, mindegyik háznál ilyen nagyon sötét ablakok vannak, úgyhogy szerintem ez lesz az. Hello? Jonah, te vagy az? Itt lakik vajon? Ide kellene hoznunk? Good ah oké, okay, sikerült! Just a few more towns to save Christmas. Ez az, már csak néhányszor kell megmentenünk a karácsonyt! Micsoda? Zombikkal van ellepve ez az egész város és így kell hoznom az ajándékot zendörnek. Hát ez... ez, ez borzasztó. Hogy lehet ilyen helyen élni? Hogy lehet itt lemenni? menni? Um, te lány, erről a száról hogy lehet uh, lejutni? Itt látom, hogy van lejárat, de nem tudok innen kivenni. Szeretném kivinni az ajándékokat! Oké. Okay. Aha, szóval akkor először ki kell, hogy vegyünk egy kardot. Valószínűleg azért, mert hogy... Harcolnunk kell. Jó, hát akkor... Uh, szegény Xander. Kenguru. Akkor ezek nem is zombik, hanem kengurukkal van fertőzve ez a kis város, de a kenguruk nem ilyen helyen laknak, mert mint hogy így, nem hiszem, hogy szeretnék az ilyen havas területeket. Ugye Ausztrália nem feltétlenül arról híres, hogy mindenhol hó lenne. Hát jó, főleg ugye ott karácsonykor szörfen jön a télapó, tehát hogy így, ugye náluk ilyenkor van nyár. Itt egy kis könyv, ellopjuk a könyvét. Ezt a sütit szerintem a télapónak készítették ki, úgyhogy nem, nem kapjuk meg. Rakjuk le akkor ide az ajándékát. Igazából nem nagyon támadtak ránk, de lehet, hogy akkor azt kellene, azt a kengurut kellene megölnünk, aki zendőrrel támadt? Valószínűleg igen, mert így szerencsétlen soha nem fogja átvenni az ajándékát. Na gyere, te kenguru, te! Gyere! Az a baj, hogy rám nem támad. Most olyan, mint, hogy egy kézen fogva mennének egymással. Vagy most lehet, hogy az összeset le kellene pofoznom. De hát amúgy meg nem bántanak ezek a kenguruk. Ez azért egy eléggé gonosz dolog, én nem akarok kengurukat ölni. Viszont, hogyha most visszamegyek oda a szához, akkor tovább megyünk, mert akkor azért nem mészárlom le őket fölöslegesen. Vagy láttam, nem zendőrt üldözték egyébként se, hanem a mapkészítőt. Ő Rudolf. Pirosan ózid, Rudolf? Nem pirosanozja, és még csak algancsosínccen. Igy az idei érekori álom tört most össze bennem. This is Christmas Valley. It is wow. much like New York City. A girl named Brianna has a boyfriend that is very distant since his family recently moved away. Christmas eszki. is a holiday that will cheer her up. Go pay her a visit and give her the present she always wanted. Jó. Ugye itt az volt a story? hogy él itt egy lány, akinek a barátja nem régiben költözött el innen, és nagyon-nagyon szomorú azért, mert messzire költözött, és most itt karácsonykor lenne arra lehetőségünk, hogy egy kicsit, ugye, kizökkentsük ebből az egészből, és jókedvű legyen. Hohoho, imitétől. Ezzel el tudjuk indítani, ezzel pedig újra tudjuk indítani, de szerintem most erre nincsen szükség. Jó. Nálunk van amúgy az ajándék? Nincs is nálunk most az ajándék, ahó. Oh, te lány, itt van? Nem, ugyanúgy még kardok vannak itt. Jó, ezek még egyelőre nem csinálok semmit. Oh! Valakinek csörög a telefonja. Hey Gabriel, we just received a package from Justin, Brianna's boyfriend. It got lost in transport. Come oh. back to the workshop to pick it up. Oh, oké. Okay. Szóval ugye a srác most tudta csak elküldeni az ajándékot, mert volt egy kis kabarodás a csomaggal, és vissza kell mennünk a workshopba, úgyhogy akkor most kell valószínűleg bekapcsolnunk. Igen, a szánt. Azt hittem, azt részszarvasok húzzák, bár jó, Rudolf is nem úgy nézett ki, ahogy ki kellett volna nézem. Backup engines. I'm Aha. Azért nem indul, mert nincsen karácsonyi hangulat. Don't worry, we have no time for problems. Start up the backup engines. Oké. Okay. Remélem tőle ez, ez működni fog. Ugye ez a tartalék? Nem, ez sem működik. Kósz, én most kell hohó -ho I don't know we need a wrench. Ooo. Igen? Mire gondolunk? Yeah, we have to rob the hardware store. Komolyan? Ki kell, ki kell rabolnunk egy boltot? Jó, úgy látszik, nekem kell itt a nehéz dolgot csinálnunk. Egy hardware store kell kirabolnunk. Oké. Okay. És az olyan melyik lesz? az van, hogy nem indul be a szán, és most ezért el kell mennünk egy boltba, és ki kell, hogy raboljuk, hogy hát, ha akkor majd működni fog, hardware store, és most olyan nyitva van. Hello Spenky, remélem nem figyelsz most éppen ide. stone Axis, Stone Shovel, Stone, stone Pickaxe. Aha, jó, és vajon mi kell innen nekünk? Jó, de cuki ez a mini láma. Mi kell innen nekünk? Mi fogja nekünk meghozni a karácsonyi hangulatot? Ó, itt egy wrench. Ó, erre volt szükségünk, a erre a fogóra. De hogy fogjuk úgy kirabolni ezt a boltot, hogy ne vegye észre, mert ezt nem tudom jelenleg fölvenni. És itt végig kattingatok minden egyes pixelt, hát ha. Ó, megvan, oké. Micsoda? A rendőrök! Támadnak a rendőrök! Ne! A kopók! Támadnak! A, a, a! Pedig ha tudnák, hogy én igazából teljesen jó indulatból loptam ezzel. Oké, okay, odaadtuk neki. Tessék, kell itt van a fogó, vid, vid, és csináld azt, amit kell csinálnunk. Hú, oké. Okay. És akkor most már működik? Start engine! Gyerünk! Ho, Ho -ho 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 Nem? Most akkor indulhatunk? Szeretném azt az ajándékot elhozni annak a szegény lánynak! Jó! Ö, elf, mi a neved? Tényleg nem is tudjuk, mi a neve a lánynak. Oké. Okay. Igen, Aurora a neve. És akkor elmehet, itt kell, hogy legyen az ajándéka? Aria és Joseph van itt. És itt van Brehánának az ajándéka. Get it to her jó, oké. Okay. Azonnal viszem neki. Ne aggódj. Ez, ez, ez nem volt egyébként egy, egy hosszú jelenet. Jó, és akkor vigyük el Brehánának az ajándékát. Ő vajon hol van? Itt valahol esetleg? Itt lakik? Gondolom, itt a lifttel kell mennünk. Wow, de jól megcsinálták ezt a liftet. Ilyet még nem is láttam ilyen megoldásra. Hú, ez a felhő mondjuk itt elég furán néz ki. Jó, és... Itt van valahol a... Hol van itt az aranyblokk, vagy ahova be tudnánk rakni az ajándékokat? Eddig mindig aranyblokkra kellett ezeket ráhelyezni. Ó, oh, ott van, jó, oké. Ez az, köszönöm szépen! Jó munkát végeztem ismét. This oh. is the town of Snowden. The place where people are literally snowed in. And destroyed the roads and tunnels. That's where the town got its name. Itt van Gloria listája. Vigyük el neki az ajándékot. Itt van a 66-os út. És ugye azt mondta, hogy az a város, hanem, hogy Snowden, azért, mert minden teli van hóval, és minden, mindent ellepett már a hó. Mm. Jó. Hol lesz ennek a lánynak vajon a... A házi kólya. Ez egy iskola. Egy almával. Talán én itt hagytak karácsonyra az almáját? Nem hiszem, hogy amikor az visszajönnek a szünetről, akkor az már jó lesz. Hello, Bobby. Free cookie. When you buy. Mit? Nem vásárolok tőled. Csak ha nagyon muszáj, jó? Nincs -e mindjárt az a süti. Én tudom, hogy az benne van az árba. Hozzá kalkuláltad. De ez itt egy templom. Hogyha jól látom, Spanky étterme. Aha. Jó. Hello, Bailey. Mi ez a lap? Mi ez a lap? Nem tudjuk meg soha. Valószínűleg az volt a menü. Hol lakik Glória? Ó, oh, itt lakik Glória, királyság. És hogy ide kell hozni az ajándéket? Hmm, hol van Glória? Nincs is az ágyában. Ezt honnan tudtuk ennyire? Jó. Mi volt ez a hang? Egy láma van itt a házba? Hol vagy? Itt fönt köpködsz? Te láma, te! Megette volna egy láma glóriát? hol vagy? <laughs> Nagyon vicces ez a hang. De tényleg hol van? Valahol itt, itt kell, hogy legyen egy láma. Hol van a láma? Minden ház ugyanolyan? Ahogy látom, igen. De már nem Glóriának a háza. Rendőrség. Ó, oh, itt van a láma. Könyvek és dolgok. Zeus rezidencia. Jó. Hello? Lecsulázott minket a láma? Ezért kellett ide jönni hozzá, és most elfunkáljulni? What? Ez a láma, ez, ez, ez hogy került ide, és most miért köpött le minket? Nem volt szép tőle. Mi a fene ez a hely? Hol vagyok? Aurora? Hello? Úristen, valaki azt a lámát használta arra, hogy elraboljon embereket? Jaj, Jaj. Igen, ide minket akarnak. Sissi to get revenge on. Aha, ezeken a városokon szeretne bosszút állni. Uh, Garland, Bethlehem, Christmas Call, Christmas Face, Snow down. Szóval ezeken a helyeken szeretne bosszút állni. Ó, már értem, szóval voltunk tényleg Ausztráliában. És ugye ott voltak a kenguruk. Voltunk egy európai kisvárosban, egy dél-amerikaiban, egy észak-amerikaiban, illetve Afrikában is. És innen vajon hogyan fogunk kiszabadulni? És. Ó, oh, most már értelmét nyerte az a láma! Ez a kis láma szobor! Hűha! Na innen hogy fogunk kijutni? Remélhetőleg a mézes kalács emberek majd segíteni fognak, meg elviszük magunkkal a kardokat is, csak elvettek tőlünk mindent. A is elvettik. Hogy fogunk innen kijutni? Ó, ó! Oké. Ez egyszerű volt. A kamerák vajon figyelnek minket, vagy nem kell ezzel foglalkoznunk? Hello? Anybody Úristen, valaki kiáltott, hogy segítsünk neki. Van itt valaki? ez nagyon para. Kezd átmenni horror játékba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ő, itt valami. Valami zárd lesz, valami. Kódos. De hogy fogunk oda? Honnan kéne nekünk tudni ezt a kódot? 03-as cella. Egyes cella. Gloria. Hello, Gloria! Téged kellene kimentenünk innen? Ó, oh, oké, okay, most ki tudjuk itt engedni. Thank you. Nagyon, nagyon I szívesen. Someone locked me in here. He was older. Oh. Oké. Okay. Ugye neki hoztuk az ajándékot? Balta, zár, biztos, hogy ő volt. Gyerünk, menjünk el innen. Ugye azt mondta, hogy uh, valaki csapdába csalta és elhozta őt ide. Na kérlek, segíts te lány! Hát, a te tudod, a kódokat... Az ajtón keresztül? Esetleg ott ki tudunk menni? Igen, egy kód kell. Oh, oké, okay. meg kell találnunk a kódot, és akkor tudjuk elhagyni ezt a helyet. Mm. most már ide betunk, most már ide betunk jönni. Carlos, kérlek, ne bánts! Már egyszer lecsuláztál. Lőjük meg. Ah! Gonosz láma vagy, Carlos! Bár az másképp volt felöltöztetve, amely elkábított minket. Úgyhogy lehet, hogy ez egy másik láma, ez csak egy őr. Lehetséges, hogy ez annak a bázis lenne, aki ugye a télaposzányát is összetört, az a srácé. És lámákkal védené be magát. Akkor az ugye eléggé vicces, Szoli. És e. E. Hát jó, nem tudom, az e az mit jelent. De remélhetőleg majd kiderül. Nem, az e az nekem nem. nem szám hanem betű. Itt esetleg itt mik vannak? Itt uh, nincsen valami. Elrejtve, hát ha itt is van. Ezeket nem lehet kinyitni. Itt egy kis üvél. Szia rángatom, nem történik semmi. G. Aha. E, G. B, és... Itt van egy kis Papír Eg. Csak tudjuk felszedni a EgB. Lehet, hogy az ABC betűt jelölni. Mert a B az mondjuk kettő lehet. És akkor uh, egb, Azok nem azok egészen az ABC elején vannak, úgyhogy simán lehet. Csak ugye angol abc kell nézni. Szóval B, C, D, E, F, G. Ó, oké, sikerült. Nagy... el is tűnt. Jó. Hát akkor menjünk utána, gondolom, erre fele. Együnk. Oké, na akkor feküdjünk le aludni. Gyerünk, gyerünk. Glóriával fog aludni? Azt hittem. Ó, oh, oké, azt hittem, hogy le kell kis kislányjal. Baltozárnak a tanyáján voltam, egy láma leköpött, és utána Glóriát is bezárták, és miért csinálja ez Baltozár az ártatlan emberekkel? Jó, azt mondta, hogy legalább biztonságban vagyunk, úgyhogy uh, menjünk tovább. Most 5 perccel később járunk. Igen, elhagytam azt a kis csengőmet, amit a télapótól kaptunk. Azt mondja, hogy ne aggódjunk, majd visszakapjuk. Ne! Ne! Megint összetört a szán. Baltazar, miért csinálod ezt? Á, te gonosz! Jó, akkor visszajövök ide. Szép Christmas. Ha, Gabriel? Well, no. I hijacked your sleigh to crash right here. Just like I planned. Ne. Ez volt a terv, hogy engem is elkapjon. És azt mondja, hogy most véget vett az egész karácsonynak. Nem lehet valaki ennyire gonosz, hát azt a szerencsétlen karácsonyfát. Minden egyes városba fölrobbantják? Ez a bolt egy nagyon gonosz alak. és most bezártak minket újra a börtönbe. Hogy fogunk innen kijutni? Azt mondja, hogy mi vagyunk a következők. Ne! És meghaltam. Ugye nem ez a pálya vége. <laughs> Jaj, de morbid. Karácsony reggel. Ó, csak álmodtuk. Ideje felkelni, gyerekek, karácsony van. Itt az idő, hogy kibontsátok az ajándékokat. Megyünk, anya. Jó, hát. Euh, megpróbálom kiszállni akkor így. Akkor ez csak egy rossz álom volt, ugye? vannak a testvérkéim, hogyha minden igaz. Gabriel, nézd ezt a furcsa ajándékot. Olvasd el, hogy mit írnak benne. Ezt a szánon találtam. Jó lenne, hogyha nem felejtenéd el ott a dolgaikat. Mr. C. Ugye ez gondolom, hogy Mr. Klaus lesz, Santa Klaus. És akkor meghaltunk, vagy nem haltunk meg? vagy ez egy álom volt, de egyébként nagyon-nagyon tetszett ez a kis pálya, tényleg szerintem tökre hangulatos volt, nagyon szépen megcsinálták, tettek ezek a kis animációk is nagyon-nagyon jó pofák, és ö, nekem ami egyedül nem tetszett benne, az az, hogy voltak te olyan részek, amikor így nagyon kevés időt töltöttünk egy-egy helyszínen, ahhoz képest, hogy mennyire ki voltak dolgozva ezek a helyszínek, és olyan fura volt ez, hogy akkor most a végén ö, újra bezártak minket, megsemmisítették a karácsony, de aztán meg mégse, de mindegy, igazából valószínűleg ez csak egy csoda, hogy megkaptuk ezt a kis ajándékot, és, és ö, álmodtuk az egészet. Jó, köszönjük szépen, hogy kiátszottad a pályát, és akkor itt van a készítőnek a Youtube csatornája, illetve a többi social media felülete. És ö, itt vannak, ugye, akik még csinálták a cutscene-eket, illetve mindenkinek, aki segített a pályába. És nagyjából ennyi. Úgyhogy akkor itt van a kis csengőm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem tetszett nektek ez a pálya, és szeretnék ebben a videóban is békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánni nektek. Dogi voltam, sziasztok!